Európában egyedüliként Magyarországon épült ki az ország teljes területét lefedve a jégkármérséklő rendszer 2018 tavaszán, amelynek kedvező hatása a szakemberek szerint már az első évben jelentkezett. Rácz Imre, az Agrárkamara megyei elnöke televíziónknak elmondta, a rendszer a fele alá csökkentette a viharkárok mértékét, még annak ellenére is, hogy a viharos napok száma nőtt az elmúlt években. A kárbejelentések a megyében és országos szinten is valamelyest csökkentek az előző évekhez viszonyítva. Körülbelül ezen belül a jégkár, amiről éppen most aktuálisan beszélgetünk, ennek a bejelentése a 13% alá csökkent az összes kárbejelentésen belül, ami az elmúlt években ez a 32-35%-ot is meghaladta. A jégkár aránya az összes bejelentett mezőgazdasági káron belül 2018-ban és 2019-ben 13% alatt maradt, míg a 2015-2017-es átlag 32% felett volt. Így a statisztikák szerint a jégkármérséklő rendszer használata nélküli időszak átlagához viszonyítva ez az arány több mint 60%-kal csökkent, tette hozzá Rácz Imre. Az elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy közeledik a kárigények bejelentésének határideje. November 30-áig kell bejelenteni azt a kárigényt, ami hozamkiesést kiszámolnak, hogy esetleg a fagykár vagy a szájkára kapcsolatosan keletkezett mégis, vagy akár ugye 100%-os védelmet nem nyújt ez a jégkármérséklő rendszer se, akinek ilyen kára keletkezett, az november 30-áig jelentheti be azt a kárigényét, ami hozamkiesést ki tud mutatni. Rácz Imre hozzátette, ehhez a kárt 15 napon belül be kell jelenteni, és a gazdáknak szeptember 15-ig be kellett fizetniük a kötelező biztosításokat is. A megállapított kár elszámolása várhatóan a jövő év elején történik meg.